Én nagyon utálom a Gyurcsányt is, meg az egész pereputyot, úgyhogy... Február 22-én kiderült, önálló listán indul a Demokratikus Koalíció a májusi EP választáson. A listavezető pedig meglepetésre Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára lett. Az elkövetkezendő választások és a következő pont, ahol Orbán rendszerére csapást tudunk mérni, azok az európai parlamenti választások. Úgy gondolom, hogy most leghatékonyabban itt tudok küzdeni Orbán rendszer ellen. Ő egy okos, intelligens és szerintem abszolút el. Hát, hogyha Orbán Viktor a családját ide teheti, oda teheti, ezt kaphat, azt kaphat, akkor ő aztán igazán teljesen függetlenül elmehet az Európai Unióba szerintem. Árthat-e az ő hírnevének az, hogy Gyurcsány Ferencnek a felesége? Nem hiszem. Úgy gondolja, a politikában nem fog ezt számítani? Nem hiszem, nem. Nem nagyon vett részt így a politikában, legalábbis én nem tudok róla. Mit gondol, alkalmas lesz erre a feladatra? Nem kizárt, bár ahogy én ismerem a múltját, ugye történtanár vagyok. Kérdés. Mert még nem olyan ismert, mint a Gyurcsány is volt, de a Gyurcsány legalább megmondta, hogy ő mit tett. Hazudtunk. Nem úgy, mint Orbán. És Dobrev Klárától mit vár? Hát minél hamarabb váltsuk le Orbán Viktor. Nagyon tetszik ez a dolog tulajdonképpen, de már kikezdték, mert a Gyurcsány maga, mit tudom én, hát ez várható volt, meg hogy a nagyapja mit csinál. Hát ez a nagyapja volt, nem? Én nagyon utálom a Gyurcsányt is, meg az egész pereputyot, úgyhogy... És akkor Dobrev Klárát jó döntésnek, vagy rosszabb döntésnek gondolja? Hát szerintem azért tették őt, hogy mert már elég sok ellenszenvet váltott ki a Gyurcsány, így most a feleségét tolta előtérbe. Ő még új szereplő. Én egy pozitív beállítottságú, bizakodó ember vagyok, és nagyon merem remélni, hogy az a vonal, amit ő képvisel, és amit ő szeretne megvalósítani, az sikeresen fog működni. Az mi az a vonal? Dobrev Klárának a vonala? Hát az emberekért tenni, az emberek érdekeiért tenni. Ön úgy látja, hogy Dobrev Klára ezért fog dolgozni? Úgy érzem, igen. Mit gondol, hogy Dobrev Klára fogja bírni azt a darálót, amit hát, a politika jelent? Azt már én nem tudom, hogy mennyire reméljük, alkalmas, de fogja bírni. Bízunk benne, mert elég karakán is. Csak kicsit erélyesebbnek kéne nem kivonulni, meg bájosan beszélgetni, mert ezekkel úgyse lehet. Említette a családjának a múltját Dobrev Klára. Ez mennyiben befolyásolja? Van ennek érdemi befolyása? Szerintem ezt a népesség 10%-a esetleg, ha tudja. Tehát akkor nincs befolyása? Tehát nagy befolyása nincs. Ön szerint az lehet probléma, hogy ők férj és feleség? Hát, hogyha egy kicsit hátrább viszi a férj magát, ugye, hogy ne nagyon. Tehát árthat Dobrev Klárának, hogyha Gyurcsány Ferenc sokat szerepel? Igen, gondolja? Igen, gondolom. Vagy pedig együtt fújják a trombitát.